Bonyhádon ismét Filóné Ferencéből kapott felhatalmazást a város polgármesteri tisztségének betöltésére. Örülök, hogy majdnem ugyanazon a csapattal tudjuk folytatni azt az 5 éves ciklust, amit az előző 5 évben megkezdtünk. Bízom abban, hogy támogatnak továbbra is a bonyhádiak, mi pedig minden nap megteszünk azért, hogy tovább fejlődhessen a városunk. Bonyhádon minden szavazókörben rendben befejeződött a 2019-es önkormányzati és kisebbségi választás. Tudtuk meg a város jegyzőjétől. Bonyhád városában a névjegyzékbe 10.742 fő került felvételre. Ugye ez október 11-én pénteken 16 órakor történt meg a névjegyzék zárása. Október 13-án az urnákhoz 5021 választópolgár járult. Az érvényes szavazatok száma 4901 volt. Mi a részvételi arányt összehasonlítottuk a 2014 évi általános helyhatósági választásokkal, miszerint 6,6%-kal többen járultak az urnákhoz most, mint 5 évvel ezelőtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a részvételi arány is mutatja azt, hogy aktívan részt vettek a választópolgárok a bonyhádi szavazásban. Polgármester jelöltünk 3 fő polgármester jelölt volt, Filóné Ferenc Ibolya a Fidesz-KDNP színeiben 2626 szavazatot kapott, ami egy nagyon magas arány, ezt is összehasonlítottuk egyébként az 5 évvel ezelőttivel, több mint 400 szavazat a többlet a 2014 évi választásokhoz képest. Szabó Gábor polgármester jelölt 1612 szavazatot kapott, még Györfi Attila 663 szavazatot kapott. A helyi választási bizottság október 13-án éjszaka, ugye a választások szavazóköri részeredményeit összegezte, és megállapította, hogy Bonyhád város polgármestere Filóné Ferenc Ibolya lett 2626 szavazattal. 8 választókerülete van Bonyhádnak, mind a 8 választókerületben megmérettették magukat a jelöltek, 7 választókerületben a Fidesz-KDNP, illetőleg a civil szervezet egységben a Városunkért Közéleti Egyesület jelöltjei versengtek, 7 választókerületben egyébként a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek, 1 választókerületben, ez volt a 8-as számú, ott a Fidesz támogatásával induló Sárkány Szabolcs győzött. Kompenzációs lista is van, ugye 10.000 fő feletti városról beszélünk, kompenzációs listáról 3 fő jutott be, a kompenzációs listának a sorrendje kötött, ezt az egységben a Városunkért Civil Közéleti Egyesület már egyébként benyújtotta a szavazás megkezdése előtt, ugye azt is a helyi választási bizottság nyilvántartásba vette, így kompenzációs listáról 3 jelölt került be, Gecséné dr. Slárku Szilvia, Fenyvesi Csaba, illetőleg Vasszari Tibor, akiknek szintén jó munkát és jó együttműködést kívánok a képviselőtestület tagjainak. Bár jogilag 2 választásról beszélünk érdekes módon, ugye az általános helyhatósági választásokat dr. Áder János köztársasági elnök úr tűzte ki, még a Nemzeti Választási Bizottság elnöke tűzte ki a nemzetiségi választásokat. Bonyhádon német és roma nemzetiségi jelöltek mérettették meg magukat. A névjegyzékben, a német névjegyzékben 866 választópolgár szerepelt, ami azt gondolom, hogy igen magas arány megyei szinten. Közülük 528 választópolgár jelent meg, ami azt jelenti, hogy a választásra jogosultak 60,96%-a jelent meg a választáson, ami azt gondolom, hogy egy kimagasló részvételi arány. 5 fő képviselőt választhattak a nemzetiségi választópolgárok, Köllerné Koch Ilonát, Markovics Mihálynét, Kovács Ferencet, Csizmadi Jáné, Énekes Piroskát és Máté Klárát tartották érdemesnek arra, hogy a posztot betöltsék, a képviselő jelölti posztot. A roma önkormányzat esetében a névjegyzékben 284 fő szerepel, amiből 111 fő jelent meg, ez 39,08%-os részvételi arányt jelent, az érvényes szavazatok száma 102 volt, 5 főt választhattak meg szintén a nemzetiségi választópolgárok, így képviselő lett Kálozdi Józsefné, Kálozdi József, Boros Csaba, Kincses Ibolya és Balogh Mihály.
És én szeretném megköszönni itt a helyi választási bizottságnak a munkáját, a szavazatszámláló bizottságok munkáját, és hát annyit azért engedjenek meg, hogy némi elfogultság legyen bennem. A hivatal munkáját is szeretném megköszönni, hiszen augusztus 24-től még a mai napig alakulőülés lesz, október 20-án Bonyhád város képviselőtestülete tartja alakulőülését, illetőleg két nemzetiségnek is lesz alakulőülése. A munka még nem ért véget, de nagyon szépen köszönöm a kollégáimnak ezúttal is, hogy ilyen sikeresen és rendben zajlottak a választások.